Jó napot kívánok! Itt vagyunk most Kreuzlingenbe, a Kreuzlingenfesten, svájciasan, Kreuzlingenfestnek hívják ezt az ünnepséget. Ez már 6. éve van most megszervezve, és ez azt jelenti, hogy ilyen több nemzetiségű ünnepség, ahol körülbelül 20-valahány náció vesz részt, és egy ilyen utca ünnepség. Mi magyarok itt a magyar iskolánk, van itt ilyen hétvége magyar iskolánk, óvodánk, és ezt képviseljük itten Kreuzlingenbe. Rengetegen vagyunk, szülők, akik itt részt vesznek, és hát körülbelül egy 30-40 család biztos van itt, akik itt most részt vesznek. Ez azért van egyrészt, hogy fönntartsuk magunkat, az iskolánkat, a terembéleteket és a tanárainkat ebből fizessük. Bemutatom az egyesületünket. 9 éve vagyunk már itt Kreuzlingenben és működünk. A fő tevékenységünk a hétvégi magyar óvoda és iskola. Jelenleg 2 helyszínen folyik a foglalkozás, szombaton délelőttönként. Törpeklubunk is van már az egész piciknek, óvodásaink is vannak. Az iskola pedig jelenleg 3 korcsoportban folyik. 2007 óta élünk a családommal itt Svájcban, és a kezdetektől fogva tagjai vagyunk a Turgai Magyarok Egyesületének. 2009 óta tanítok az iskolában. Alsósokkal foglalkozok, írni, olvasni tanítjuk meg őket magyarul, illetve fő célunk, hogy az anyaországtól távolabb is a magyar kultúrát, a magyar szokásokat átadjuk számukra. Több gyermekünk van, akik már másod vagy harmad generációs magyar gyerekek, esetleg nem teljesen magyar családból, apuka vagy anyuka nem magyar, olyan családból származnak, tehát őnáluk mindenképpen fontos a magyarság tudat megtartása. Történelmet tanítok, magyar kultúrát és újabban irodalmat és nyelvtant, és különleges tanterv alapján tanítunk, ami a japán-magyar életfaiskola tantervére alapozódik. Olyan tanítási módszereket alkalmazunk, amik emlékezetessé teszik az oktatást, illetve természetesen bevonjuk a gyerekeket a legfontosabb ünnepeinkben, népszokásainkban, az esztendőkör, tehát az évkörrendjét figyelembe vesszük a tanításnál, figyelembe vesszük azt, hogy most egy adott évforduló közeleg, de ugyanúgy természetesen karácsonyozunk, anyák napjázunk, húsvétolunk, stb. És a megfelelő népszokásokat beépítjük az oktatási rendbe. Ezen kívül megpróbáljuk az általánosan elterjedt tévhiteket eloszlatni. Egy trianoni megemlékezés van, akkor szeretnék a felnőtteket is ugyanilyen szinten oktatni. Nem csak a történelem kérdéseire kell gondolni, tehát a származás elméletre, stb., hanem akár a nyelvre is, akár a nyelvtanra is. Én eredetileg programtervező matematikus vagyok, úgyhogy mindenképpen tanultam formális nyelvtant, és próbáltam egy kicsit újra felépíteni azt a tananyagot, ami szükséges. Ausztriából jöttem át erre a svájci fesztiválra. Nagyon szimpatikus az egész, nagyon tarkaság van itten. Szóval a világ minden oldaláról vannak standok. Kérdeztek, hogy mi tetszik. Nekem a magyar kaja tetszik. Nem tudom a többikre, még nem próbáltam. Egész szép, vidám hangulat van. Fesztiválnak nagy előnye és olyan szívet melengető, ahogy összefog a csapat. Tehát jönnek, jelentkeznek, itt vagyok, mit segíthetek. És ez olyan nagyon jó érzés, úgyhogy ez évről és évről évre átélni, ez nagyon jó. Nem tudom igazából, hogy milyen a kínálat, de azt mondják a többiek, hogy nagyon egyre bővülő a kínálat, úgyhogy nagyon nagy a verseny idén. Meg is vegyük hozzá, meg is kérem, hogy legyen a